superpower, what a superpower. Yes, with the superpowers. Sziasztok, ez itt a heti animék One Piece-es verziója, immáron a 861-862. Epizódjával. Egészen izgalmas részeken vagyunk túl, ugyanis több dolgot is lelepleztek. Az egyik természetesen az, hogy volt a mamának egy dögös időszaka, míg a másik a minkekkel kapcsolatos, azon belül is a szulong formával. A látvány pedig mind a kettőnél egészen feltűnő, és hát hozzá kell tennünk a hölgyeink mellé ilyenkor a dominánságot is. Közben Luffy folytatta a harcát, míg lehetséges, hogy szegény Sifonnak az apukája a halálba. Miután Luffy visszatért a tükörvilágba, ugyanott folytatódik a küzdelme Katakurival, mielőtt ő a Gear 4-be ment volna. Most is nagyon játékidő barát, ahogy ők ketten harcolgatnak, de kezd sajnos monotonná válni ez a küzdelem. Úgy érzem, nem fejlődik tovább a harc, hiszen megint visszafejlődtünk az erőszintekben. Közben Sanjiék feljuttatták a tortát a hajóra, és mikor már azt gondolnák, hogy minden rendben van, hirtelen melegük lesz. Felforrósodott a tenger, aminek a látványa nagyon jó volt, csak az lógott ki, hogy kevés hal került a felszínre. Sokkal több halnak kellett volna lennie ebben a halászlévá változott tengerben. Még a másik furcsaság Sanjitól jött, hogy meg kéne sózni ezeket a halakat, és egy jót ehetnének akkor. De hát a tenger alapból sós, így azok a halak már készen voltak. A forraló persze nem volt más, mint Owen, és ekkor bizonyosodott be az, mennyire hatékony ez a képesség. A kalózok a tengerre valóak, így az égetős fickónk akármikor meg tudná állítani az ördöggyümölcs használókat is. Egy idő után ugyanis a hajók összemállnának, a legénység pedig a tűzforró vízbe kerülne. Az idegesítő apukánk eléggé nagy merészséget bizonyított be azzal, hogy megmerte támadni Owent, csak az volt itt a furcsa, hogy a babával emelték ki a szeretetet. A baba érezte, hogy egy hozzájuk közel álló személy van a távolban, ami a valóságban nem állná meg a helyét, hiszen egy baba ilyenkor csak az anyját szereti nagyon. A nagy érdekesség azonban az volt inkább, hogy megválaszolták végre azt, hogy mégis milyen kapcsolat volt az idegesítő apukánk és a mama között. Igaz, hogy meghúzhatta a mamát, de csak az örökítő anyag arra volt itt szükség. Ezt vártam én a mamától, hogy kihasználja a férfiakat, ráadásul a fiatalabb énje nem is rossz. Nem hittük volna, hogy a kövérke óriás kislányból ilyen olasz modell válik, aki a klasszik erotikát képviseli. Szomorú, hogy az apukánk sohasem láthatta a Sifont, és az a legrosszabb az egészben, hogy tényleg tehetetlen volt. Hogyan fűzhette volna meg a világ legerősebb és legkiszámíthatatlanabb asszonyát? A végén azért kívánhatott egy szépet a lányának, vagy láthattuk, hogy meglendült az a penge. Viszont ne fogadjunk rá, hogy tényleg meghalt az ürgénk, ugyanis hiába volt itt vér, a One Piece-tól megesett, hogy nem halnak meg a karakter. Az újabb részben a tengeri csata jellemezte a hangulatot, középpontban pedig a minkeket helyezték, azon belül is Karottot. Egyedül a víz cégéi volt így zavaró, amikor felbukkant, minden más azonban hibátlan rajzolással történt. A telihold úgy működik a minkeknél, mint a Saiyajineknél, mivel átváltoznak tőle egy olyan formába, ami sokkal erősebb a sima formájuktól. A vadösztönnek a felébredését is megemlítették, vagyis Karott úgy nézett ki a visszafejlődése előtt, mint azt mi később láttuk. Nagyon megnéztem volna egy ilyen állapotban szegény Pedrót is. Amikor Karottnak az átváltozása megtörtént, olyan jó animációt láttam, hogy én rendesen csodálkoztam. Jó volt a villám, Karott testének a formálása, majd egy olyan dögös harcosnőt kaptunk, hogy hiába látszik nyúlnak, hát nem tudunk elmenni a vonzalma mellett. Ez olyan, mint a nyuszi ruha, csak ugye itt most jelen esetben sokkal több van a nyusziból külsőleg, de alkatilag és megjelenésben mi egy teljesen igazi nőt látunk. Azért nem mondok lányt, mert Karott most nővé vált. Ennyit tesz, ha rövid hajban szoktunk meg egy hősnőt, és hosszú hajat. Magasabb is lett, rengeteg benne az ősi erő, ezekkel a piros szemekkel pedig még veszélyes is lett. Nagyon hasonlít Kaguyára a Narutóból, de amikor akcióba lendült, már teljesen mássá vált. Úgy mozgott, mint Sasuke a Boruto mozifilmnek az elején. Csak akkor láttunk némi spórolást, amikor futott a fedélzeten, ráadásul ez a mozgás nagyon idegen volt tőle. Mivel nem bírnak vele, Daifuku előhozza a Jinnét, és ahogy dörzsölte magát, ez olyan volt, mint a helyben könnyeztette volna meg a kobrát. Húzta volna elő a Rudit. Helyből rántotta volna ki a húsát. Kibontotta a banántját, megköptette a kolbászát. A szulong forma a halálig tartó küzdelemre sarkalná a minket, ezért mindenáron le kell állítaniuk Karottot, de csak Brock vállalkozott segíteni. Jinben miért nem, amikor ő halemberként akár oda is úszhatott volna? Ott ül a széken és nem csinál semmit. Az epizódnak a végén Luffy nagyon kezdi már sejteni, hogy kell használni jól a megfigyelő hakit, de sajnos ezúttal se tudta kivédeni Katakurinak az ütéseit. De közeleg már, amikor úgy hajolgat majd el, mint az openingben, és tényleg nem sok van hátra, hogy feltűnjön az árnyékos új formája. Ha nektek is dögös lett a szulong forma, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is felejetek, mit gondoltok a fiatalabb mamáról. A következő részben Karott továbbra is menőzik a supermodell formájában a tenger kifutóján.
Közben Luffy egyre jobban hajt arra, hogy kivéthesse Katakurinak a csapásait, a mama pedig tűzhajat növesztett. Ki ne hagyjátok az újabb epizódot. Ez volt a heti animék One Piece-es változat erre a hétre, találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkold, kommentelj és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.